A világon több mint 4,5 milliárd ember, hazánkban pedig a népesség 70%-a városokban él. A városi élet előnyei mellett azonban az egészségünkre káros hatásokat hordoz. Rácz István okleveles építész előadásában a tetők hasznosítására, a zöld tetők a városi élet minőségében játszott szerepére hívja fel a figyelmet. Kedves kollégák, kedves barátaink, szeretettel köszöntjük Önöket, sziasztok! Zöld szivacs. A zöld szivacs gyökereiben változtatja meg a modern ember életét. Sőt, nem túlzás azt mondani, hogy bizonyos körülmények között megmentheti az életét. Jogos a kérdés, de nem őrültem meg. Mire gondolok? Megpróbálom megmutatni és elmondani. 2021 közepén 4,5 milliárd ember élt városokban világszerte. Ez a föld teljes lakosságának 57%-a. A magyaroknak pedig több mint 71%-a városokban él. És miért jó nekünk az urbánus környezet? Jobbak a munkalehetőségek, magasabbak a fizetések, könnyebb a vásárlás, jobbak a szórakozási lehetőségek, fejlettebb az oktatás és az egészségügyi infrastruktúra. Ezeknek azonban súlyos ára van, amit meg kell fizetnünk. A városi lét környezeti és egészségügyi kockázatokkal jár. Egyre több kutatás bizonyítja, hogy azok a csecsemők, akik nagyvárosokban születnek, rosszabb egészségi állapotra számíthatnak, mint vidéki társaik, beleértve a mentális egészséget is. A városi levegő már magzati korban is károsíthatja az életet. A szennyezett levegő és a nagyarányú beépítettség pedig a klímaváltozás hatásaival karöltve elősegíti egy másik, igen veszélyes jelenség, lágyítószermentes, környezetbarátabb műanyag vízszigetelési termékeket. Hosszú ideje foglalkozunk már a zöldtetők kérdésével, a közeljövőben pedig ez egy nagyon komoly fejlesztési terület lesz nálunk. Legújabb vállalásunk pedig az, hogy a közeljövőtől kezdve minél több alternatív, fenntartható forrásból származó alapanyagot keressünk, környezetterhelésünket csökkentsük, kőolajalapú termékeket forgalmazó vállalatként igenis tisztában vagyunk az ezirányi felelősségünkkel, és ebben az irányban haladunk tovább. A kiegészített, frissített, lapostető üzenetünk tehát az, hogy hasznosítsuk a felületeinket fenntarthatóan, majd pedig az életciklusuk végével hasznosítsuk a lehetséges legtöbb elemet újra. Szeretnék Önöknek, nektek mutatni most egy olyan rétegrendet, ahol ez a taglalt elmélet meg tud valósulni. Egy teljes rétegrendet mutatok monolit vasbetonfödémen, egyenes rétegrendben, úgyhogy haladjunk szépen sorban. Első lépésként a lejtésben lévő födémre, ami rendelkezik az EMC irányelvek szerinti felületen 2 vápában minimum 1% lejtéssel, egy tapadóhidat kell képeznünk, nagy tapadó képességű kellősítővel, mint például a Bauder burkolit plusz bitumenes emulzióval, 300 g per négyzetméter felületi kiadósággal. Erre az egyenes rétegrend első funkcionális rétege, ami sajnos méltatlanul van nagyon sokszor mellőzve, ez a párazárás. És párazárást monolit vasbetonfödémen és abszolút értékben csak nehéz szerkezeteken bitumenes lemezzel, alumínium betét hordozó réteggel tudjuk és lehet elképzelni. Ugyanis ennek az egy termékcsoportnak olyan mértékű az SD értéke, ugye is a páradiffúziós egyenértékű légrétek vastagsága 1500 métert meghalad, hogy ez valóban ne csupán egy pára fékező, hanem egy valós pára záró funkciót hozzon létre. Mi a célunk a párazárással? Nem más, mint a belső térből érkező, folyamatosan érkező és utánpótlódó nedvességet megpróbáljuk megakadályozni, hogy a hőszigetelésünkbe jusson, mert amennyiben a nedvesség a hőszigetelésünkbe jut, annak drasztikusan lecsökken a hőszigetelő képessége, akár 30%-kal is egy pár éven belül. És nem utolsó sorban pedig az alaktartósága és a nyomószilárdsága is károsodhat, ez pedig később mindenféle pangóvizek kialakulásához vezethet, amit mindenképpen szeretnénk elkerülni. Abban az esetben, hogyha ezeket a párazáró lemezeket nem teljes felületen hegesztjük le, hanem egy gyártástechnológiai okosságnak köszönhetően sávosan a felület 40%-ában, akkor egy integrált páranyomás kiegyenlítést tudunk létrehozni a felületen. Ez miért jó? A belső térből érkező nedvesség lokálisan nem tud feldúsulni, nem fog a lemezünk feldurrogni egy-egy helyen, szépen eldiffundál és elosztik a felületen a födémen átjutott nedvesség, és a párazárás síkja alatt marad. Abban az esetben, hogyha ezek a gyors hegesztő sávok, amiknek a működése
minimális láng, minimális hőközlés hatására öntapadóvá válás. Hogyha ezek a sávok a felső oldalon is megtalálhatóak, akkor egy másik alkalmazás technikai előnyhöz jutunk, ami pedig nem más, hogy ezekbe az aktivált hősávokba, hőcsíkokba a hőszigetelésünket mindenféle további rögzítés nélkül szélszívás biztosan tudjuk fektetni. Szoros ütköztetéssel fektetjük le ezeket a táblákat, ez egy tökéletesen szélszívásbiztos rögzítési módszer, 25 méter épület magasságú a magyar célzónákban biztos, hogy működik, és ami nagyon fontos, hogy pontszerű hőhidak nélkül épül ilyenkor a rétegrend. Ugye ezeket a 240x120-as táblákat az EMC irányelvei szerint normál esetben minimum 5 darab rögzítő elemmel kellene lecsavaroznunk. Különben szétcsúszhatnak a beépítés során, és nagyon hosszú vonalmenti hőhidak maradnak a végső szerkezetben. Hogyha ez a leragadás pillanatában fixálódik, a szorosan ütköztetésünk megmarad, akkor mindenféle pontszerű hőhid és vonalmenti hőhid kiküszöbölésre kerül. A hőszigeteléseink nem alakváltoznak, ez nagyon fontos kiemelni, esetleg a hőközlés hatására bebarnulnak, de semmi fontos paramétere nem csorbul az esztétikán kívül. És ugye, mint említettem, beleragasztjuk a hőszigetelést a rétegrendünkben, de milyen hőszigetelést ragasszunk bele a rétegrendünkben? Ugye a rendszereink többségében mi mindeddig PIR hőszigetelésekkel dolgoztunk, ezek játszották és játsszák a főszerepet. A mai napig nagyon profi technológiának számítanak a polízó kemény habok. Ma viszont én szeretnék nektek, önöknek valami mást mutatni. Ez pedig nem más, mint a Bauder Echo. És mi is ez a Bauder Echo? Nagyon divatosan hangzik, szép a logója, de mi van e mögött? A Bauder Echo egy ártalmatlan, környezetbarát és hatékony alternatíva a PIR hőszigetelésekre. Hőszigetelő magja nagyobb részt biomasszából készül, itt biomassza alatt növényi aprítékokat, szárakat, leveleket és más mezőgazdasági növényhulladékokat kell érteni. A kisebb része ennek a keveréknek pedig a saját PIR hőszigetelés gyártásunk során keletkező fűrészelési és gyaluhulladék. A táblák kasírozása pedig egy üvegfátyollal kevert kagylómész, ahol a kagylóhéjból kinyert kagylómész egy élelmiszeripari melléktermék és tökéletesen kiváltja a kasírozó funkciót. Mindezek mellett ennek a táblának a megjelenése, a tábla méretei, a műszaki paraméterei a PIR hőszigetelésekkel közel azonosak. 0,023-as lambda, deklarált lambdaérték, 120 kilopaszkálos nyomószilárdság, tűzvédelmi osztálya E, szilárd, alaktartó és testtömege is azonos a PIR hőszigetelésekével. Viszont van még egy nagyon fontos érvem emellett, a hosszú távú alaktartóság, és ezt nem győzöm hangsúlyozni, de azért mégiscsak hangsúlyozom tovább. Az egyik legfontosabb műszaki paramétere egyenes rétegrendű tetőkben a hőszigeteléseknek a hosszú távú alaktartóság, ugyanis a lejtésrendszert ezek a táblák továbbítják a vízszigetelésünknek. Hogyha a lejtésrendszerünk nem tartós, akkor a tetőn pangóvizek fognak létrejönni, ahol mindenféle mikroorganizmus meg tud telepedni, ez a vízszigetelés élettartamát lecsökkenti, végső soron pedig a teljes szerkezetünk élettartamát lecsökkenti. Ezt el kell kerülnünk, és hosszú távon alaktartó hőszigeteléseket alkalmaznunk. Építsük tovább a rétegrendünket, a vízszigetelés következik lévén, hogy egyenes rétegrendről van szó, két rétegű modifikált bitumenes lemez vízszigetelésben gondolkodunk, aminek az első rétege egy kissé korszerű beépítési technológia, hidegen öntapadás technikája, ugye itt nyílt láng használata nélkül tudjuk fektetni a vízszigetelés első rétegét. Néhány apróságot ki lehet még itt emelni, ugye hidegen öntapadó lemez annyira ugyan nem újdonság, viszont az ideiglenes vízszigetelés funkció lehetősége egy öntapadó bitumenes lemezben, még ha nem is újdonság, de egyedi. Ezzel a megoldással képesek vagyunk arra, hogy egy változtatható varatátlapolásnak köszönhetően ezeket a lemezeket akár 3 hónapig szabadon hagyhassuk, és ne készüljön el a záróréteg, a szerkezet viszont már ne ázzon be. Ez a duó rendszer a mi esetünkben. Kék sáv felül hidegen öntapadás, piros sáv felül hegesztett varatátlapolás. A vízszigetelés első rétege után a záró réteg kell, hogy következzen, ugye bitumenes vízszigetelések klasszikusan 2 rétegben kell, hogy készüljenek, és ezek közül is a záró réteg teljes felületen hegesztve. Ez a fajta biztonság még a mai napig nem meghaladott a szigetelés technikában, bármit is gondolunk a bitumenes lemezek korszerűségéről. A mai napig az egyik leghosszabb élettartamú és legbiztonságosabb vízszigetelési technológia a lemezes technológiák közül mindenképpen. Ez pedig ebben az esetben egy jó minőségű, gyökérálló, modifikált bitumenes lemez kell, hogy legyen, teljes felületen hegesztve,
ugyanis szeretnénk hasznosítani a rétegrendünket, hát ezt gondolom, hogy már kitalálhattátok. Ekkor ugye gyökérálló vízszigetelésekre van szükség. Itt a vízszigetelés záró rétege látja el egyben a gyökérvédelem feladatát is. Itt ebben a konkrét példában pedig ez a Diamant nevű lemez, ami miben több, mint a piacon elérhető bármi. Hát ez annyiban több, hogy nem tartalmaz semmiféle herbicid anyagot. A gyökérvédelmi funkciót többféle módon tudjuk elérni. Ugye a történelem során a részbetétes lemezek működtek hosszú ideig, mint gyökérvédelmi rétegek, ami önmagában nagyon jól is működik, csak sajnos a lemezek átlapolásánál ezeket a hordozó rétegeket nem lehetett felületfolytonosítani, így aztán sajnos az átlapolás alatt a gyökérszár előbb-utóbb utat talált magának, tehát ez a módszer nem vált be. A napjainkban szokványos megoldás az, hogy valamilyen herbicid, biocid adalékot adunk a lemezünk receptúrájához, tehát növényvédő szerek azok, amik megakadályozzák a gyökérzet tovaterjedését. És ezen kívül még a fizikai védelem, ami szerepet játszik, ez a harmadik kategóriája a gyökérvédelmi módszereknek, amikor egész egyszerűen olyan konzisztenciájú, olyan kemény az az anyag, hogy képtelen magának utat találni a gyökérszár rajta. Na és a Bauder Diamant az éppen egy ilyen lemez, ez egy APP modifikált receptúra, minusz 40 plusz 150 Celsius fokos hőmérséklet ablakkal, egy brutálisan nagy szakító szilárdságú 1450 newtonos hordozóréteggel, ami nem zsugorodik egy centimétert sem, és ami a legfontosabb, hogy az FLL tesztet kiállta. Szóval csak akkor állunk elő egy ilyen megoldással, hogyha biztosak vagyunk a saját dolgunkban, és ugye többféle gyökérállósági teszt létezik, és ezek közül ugye az FLL, ami szabadtéren, taraszbúzával, 8 minta, tehát egy bonyolultabb és nehezebb vizsgálati módszer, ezt állta ki ez a termék, és ezért kerülhetett a piacra. Mindenféle gyökér, mindenféle biocid és herbicid anyag nélkül tökéletesen gyökérálló. És így aztán összeáll egy tartós, energiahatékony és környezetbarát rétegrend. Összeállna, hogyha már hasznosítva lenne, de ezt még nem tettük meg, úgyhogy tegyük meg a következő lépésekben. És igen, az extendív zöldtető, az extenzív zöldtető, ami nem több, mint egy ökológiai védőréteg, az egyik legkisebb bekerülésű felépítmény szerkezet a zöldtetők közül, mégis a legnagyobb reménységeket fűzzük hozzá. 130 kg-nál nem több nedves állapotban. Meglévő tetőszerkezetekre is az esetek nagy részében ekkora plusz terhelés felhordható. 8 cm ültetőközeg vastagsággal már tudunk olyan vegetációs társulást, olyan növénytársulást szállítani, ami hosszú távon működőképes lesz. És igen, nem teljesen a természet képét fogja ez visszaadni, viszont ökológiai védőrétegként és a tanár úr által taglalt előnyöket már mindenképpen magában hordozza. Egy lépéssel, hogyha feljebb lépünk, az intenzív tetőkertek következnek. Itt már 300 kg alatt nem tudunk megállni, ugye ekkor az ültetőközeg az már 20, 30, 40, 50 cm vastagságokat kell, hogy elérjen. Egy nagyobb nyomószilárdságú drén és víztáró elemet kell használnunk, aminek 6 cm magasságúnak kell lennie legalább, és HDP anyagból kell készülnie. Ez egész biztos, hogy új építések esetén statikai méretezés figyelembevételével épülhet, csak jelentősen nagyobb bekerülési költség mellett. A legnagyobb vízvisszatartó képességű és késleltetett lefolyású zöldtetők pedig az úgynevezett retenciós tetők, melyek olyan nagy mértékben még nálunk nem terjedtek el, de van egy olyan sejtésünk, hogy ez meg fog történni. Ez egy teljes paradigmaváltás a lapos tetők terén, szóval egy tabukat fogunk megdöntögetni, ez egészen biztos. A retenciós tetők ugyanis lejtés nélkül épülnek majd megint. És nem a víz mielőbbi elvezetésére, hanem minél további visszatartására törekszünk. A lejtéssel a tető külpontos terhelést kapna, ezt csak lejtésmentes megoldásként tudjuk gazdaságosan megépíteni. Gondolom mondanom sem kell, hogy ebben az esetben különösen fontos lesz megint csak a vízszigetelések kivitelezési és anyagminősége. Ez már egy másik liga, ez egész biztos. És a bioszolár tető. Egy konkrét példát szeretnék mutatni, a HDPE dombornyomott lemez a fotovoltaikus panelek tartószerkezetével kombinálva, a szolár UKGD megoldásként. Ugye itt mi történik? Ez az úgynevezett integrált rendszer, amikor az ültetőközegünk terheli le a rendszerünket, és ez az alumínium tartószerkezet adja meg a megfelelő távolságot a fotovoltaikus panelnak, és állítja a megfelelő pozícióba. Nem szeretnék hosszasan erről értekezni, ugyanis hallottatok már erről bőséggel.
bioszolártető, és a bioszolártetőket valóban tervezni kell, ugyanis elég komoly problémák lehetnek belőle. És hogyha tervezni kell, akkor nálunk ehhez minden segítség elérhető, díjmentesen tervezés első fázisaitól kezdve fektetési tervek, kiosztási tervek, vezetékelés, megtérülés számítás, és így tovább. A tervezés során szükséges csomópont és részletrajzgyűjtemény, illetve a rétegrend lejtését biztosító, lejtésben készített hőszigetelésnek a konszignációs terve, szintén építészek, tervezők számára a tervezés legkorábbi fázisaitól kezdve díjmentesen bármikor elérhető. A rétegrendjeink számosak, majdhogy nem számtalanok, néha én is úgy érzem. Egy online tetőnavigátorban ez össze van foglalva. És igen, online. Most is ebben a térben vagyunk, és egyébként most nagyon boldogok vagyunk, hogy hallhattok bennünket, de azért reméljük, hogy nem fogja átvenni ez az online tetőnavigátor a személyes konzultációk energiáját és szépségét. Most szeretnék önöknek nektek mutatni egy referenciát, egy olyan épületet, amiben a zöldtetők nagyon szépen megvalósultak, és mutat abba az irányba talán, amit mi felvetítünk, vagy szeretnünk volna felvetíteni. Tulajdonosi hozzájárulás, drónregisztráció és légtérengedély birtokában készítettem ezeket a képeket, úgyhogy minden rendben van. Ez ugye a MOMÉ-nak az új kampusza, ahol a teleknek körülbelül 80%-a beépítésre kerül, de mégis egy kellően szellős épület kubatúra jött létre, tényleg szerethető kortárs építészeti megfogalmazással. Tisztelt kollégák! A Bauder 1995 óta van jelen Magyarországon, egy 160 éves német családi vállalkozás leányvállalataként. Magas tetőkkel, lapos tetőkkel, zöld tetőkkel egyaránt foglalkozunk. Többszörösen kitüntetetten vagyunk az építészek egyik kedvenc szigetelés technikai rendszergazdája, amire külön büszkék vagyunk. Ez vagyok itt én. Egészen pontosan nem én, hanem az én elérhetőségeim, és a QR kódom, ugye a telefonjuk beolvasásával, a kamera beolvasásával megkaphatják a digitális névjegykártyámat. Nagyon szépen köszönöm, hogy meghallgattak, hogy időt szántak erre, és kérem, hogy kísérjék figyelemmel a további előadásokat a nap folyamán, és ne feledjék, zöld szivacs!